Na figyelj, ajánlok egy üzletet. Ha hazaviszel, elfelejtem ezt az emberrablási ügyet. Stukkert fogtál a búrámra? Ne csináld, hiszen mondtam, hogy nincs megtöltve. Magadnak köszönheted a bajt. Akkor most zaklatja magát? Igen, sajnos. Na persze, rögtön a néger torkának kell ugrani. És mi van, ha ő zaklat engem? Magától akár Denzel Washington is lehetnék szívi. Jól skubizzon meg. Könnyen lehet, hogy a barátunk egy agresszív tetű. De kínos. Úgy látszik, az agresszív tetűnek nincs meg a tárcája. Mi van? Azt várod, hogy megköszönjem? Nagy ügy, jövök egy dollárral. Mégis hogy akarsz tankolni? Nincs se pénzed, se hitelkártyád, se igazolványod. Megbaszta a ló. Eldugtam egy pót hitelkártyát a kocsi ajtajába. Na, mi van? Csillagokat látva csak behorpadt a fejed, he? Mi lesz már, na? Üss meg, gyerünk! Na, te rogyadék! Ráfáztál a sompolygásra, koma! Lehúzhatod magad, cseszd meg! Miért? Mert úgy ütsz, mint egy lány öreg. Húzz el a bánatba innen, és boldogulj, ahogy tudsz! Mi a felét csinálsz? Ez körhintás, cselgáncs! Hiába szivatsz. Megbocsátok. Mert nőügyi gondjaid vannak, azt tuti. Teljesen el vagy tájolva. Na nem mond. De tök rossz nyomolyás. Zaciba tett a macád. Né, figyelj, lapozzunk. És a hapsi? Szétrúgtad a tökét. Na és a seggét. Egy húsklopfolóval megagyaltad a fejét, mi? Bling, bám! A személy jött ki a füle. Mindjárt leidalok. Csak nem lőtted le. Te golyót eresztettél a gazemberbe, ezért vagy most itt a sivatagban, ugye? Nem csoda, ha az asszony félrekefél a hátad mögött, öreg. Tudod, mi a te bajod? Hogy nem tiszteled eléggé a feleséget, pajtás. Ez a gubanc lényege. Példát vehetnél rólam? Ha hazamegyek, az asztalon vár a vacsora, ennyi. Nem érdekel a rinyálása. Ha pedig rám jön a kangörcs, azt is megkapom. Te mit tettél volna a helyemben? Visszamentem volna a házhoz, és terminátorként beküldöm az ajtót. Bum, bum, bum! Hé, tudod, kivel szórakoz, kisanyám? Minek nézel engem, sült bolondnak? Vedd tudomásul, hogy nem vagyok az, hanem Nick Beam vagyok. Bemutatkozom, Nick Beam vagyok, és Nick Beam nem vevő erre a süketelésre. A csaj sírni kezd. Jaj, Nick, jaj, fogadj vissza, könyörgök. Hidd el, ez volt az első alkalom. Akkor én elsőre agyonverlek. Mert Nick Beam a saját sorsának kovácsa. Uralja a végzetét. Szóval, ha sírni akarsz valakinek a vállán, fordulj bizalommal a szuperfarokhoz. Ami engem illet, nem vagyok se lökött, se csökött, és kurvára utálom, ha hülyére veszel mások előtt. Úgyhogy te, kiáshatod szépen a startgödröt. Hát úgy durván ezt vezettem volna elő.